Marisus, Maros, Mieres, Mures. Egy folyó, többnyelvű megnevezés, sokszínű történelem. Röviden így lehetne leírni Erdély legjelentősebb folyóját, amely Székelyhonból Magyar Honba tart, és mintegy 720 kilométeren át kanyargózik a mai Romániában Erdély területén, s fonja habjaiból az igaz mesét, a magyar történelem számos rezdülését. A Maros a gyergyói havasokban a fekete eresztető alatt ered 1382 méter magasban. Már a forrás közelében is történelmi helyszín bújik meg, hiszen a folyó Báthori András fejedelem vesztőhelyének közelében budjan ki. Az erdélyi fejedelem meggyilkolása elhomályosítja a Maroshoz fűződő tündérmesét, de hát a valóság néha kegyetlenebb, mint a mese. Ezt legjobban régi várak, várkastélyok, udvarházak, letűnt korszakok néma tanúi igazolják legbeszédesebben. Az erőltetett dákó-román eredetelmélet mindenféle misztériumokkal átszőtt históriái sem voltak elegendőek ahhoz, hogy feledésbe merüljenek a magyar történelmi tények, a nagymúltú nemzet épített öröksége, amelyek a Marost követve mindenhol felbukkannak. A Maros fürgén szalad át a gyergyói medence településein, de Gyergyó remetén már a beömlő patakoktól megizmosodva kanyargózik Maroshévíz irányába, ahol az egyik dombon komoran emlékezik az Ormánci kastély. Az örmény származású földbirtokos Ormánci Jeromos építette ezt a kastélyt jó módjában 1903 és 1906 között. A 17. században bárói rangra emelkedett Ormánci családnak a 6. sarja Nándor, aki Jeromos bátyja volt, ebben az időben kétlaki életét élte Budapest és Maroshévíz között. 16 éven át tevékenykedett Magyarország gyűlési képviselőként, miközben lankadatlanul írt, szervezett. Maroshévízen iskolát és kórházat alapított, és az ő kitartó közbenjárására indult be a Székely körvasút Szászrégen Gyergyó-Szent Miklós szakaszának építése is. Aztán a trianoni palotában száműzték a nagy reményű magyar álmokat Erdélyből, s velük együtt Ormánci Nándort is, aki a II. Bécsi döntést követően 22 év távollét után jöhetett haza szülővárosába. A kicsi magyar világban nagy volt a tervezgetés az Ormánci kastély falai között, ám a 72 éves báró mindössze néhány napot élvezhette az otthoni levegőt. 1940. október 31-én unokája holtan talált rá báró Ormánci Nándorra, aki kedvenc karos székében ülve örökre magával vitte a Maros képét. Vajon sejtette, hogy milyen idők fellegei készülődnek Székelyföldre is? Az 1949-es államosítás után az Ormánci kastélyt a román hadsereg vette kezelésbe, majd 1963-ban kórházzá és szülészetté alakították az épületet. Az 1980-as években üresen maradt az ormánciak fészke, és már a lebontásán is gondolkodtak az eltársak, ám a kultúra megmentette a kastélyt, ugyanis a helyi múzeum költözött falai közé. Az Ormánci leszármazottaknak a román állam végül visszaszolgáltatta a kastélyt, amely ma üresen áll és megviselten, de nem reménytelenül figyeli a maradék maroshévízi magyarság megpróbáltatásait.